Április 3-án a TASZ 15 jogásza fogadta a választókerületekben tartózkodó aktivisták hívásait. A központi forródrótunkon több mint 500 jogsegélyre adtunk választ. Ezekből a megkeresésekből nyílt rálátásunk a választás napján elkövetett csalásokra. Olyan értelemben szabad és tisztességes választások, ahogy azt így az ember gondolná, hétköznapi józan eszével, nincsenek. Rengeteg embernek ez egyáltalán nem adatik meg a polgártársaink közül. Egész más típusú a probléma azokban a szavazókörökben, ahol emberek egy jó nagy részének nem érezhető az, hogy ebben a szavazók fülkében valamit csinálnak, annak az ő életükre ható olyan következménye van, ami miatt így meg kéne gondolni, hogy mit csináljanak. Sokan látnak fantáziát abba, hogy akkor most így ígérgessenek, vagy elkezdjenek alkudozni arra, hogy ha ők hoznak ennyi-annyi, amennyi szavazatot, akkor abban nekik mi lesz jó. Itt politika már bent nincs. Segítségnyújtás van. Kérjen nekem egy kis segítséget. Ja, mert nem látom. A Fideszhez van szavaz, a Fideszhez. Nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek. Mit csináltad? Hát ez az. Kérjetek egy kis segítséget? 78. Jó. Ahhoz képest, hogy nem tudták leírni a nevüket, nagyon-nagyon kevés hibás szavazat volt. Tehát, hogy azt valahogy meg kellett, hogy tanítsák nekik, de erről ezt nem tudom, hogy vagy mint történt. Nagyon-nagyon sokan úgy élik meg, vagy úgy van nekik tálalva, hogy mint helyi rubrika lenne azon a szavazólapon. Tehát volt olyan, hogy a néni bement, és az volt a kérdése, hogy drágám, nem látok semmit, hova kell raknom az X-et? Lesz még forduló? Tessék? Nagyon sokszor fordultatok ma már. 300-an? Még vagytok, vagy 300-an? A Spárta. A kamerát azért le kell rakni. Itt már egy kis darab a kamerát, ne egy szíves. Folyamatos szállítást tapasztaltunk, hamar felfedeztünk ismert autókat, de jobb autókkal főleg szegényebb embereket hordtak. És jobban öltözött sofőrök sokszor. Két szomszéd is kijött. És a két szomszéd mondta, hogy őket már ez nagyon zavarja, hogy mindig itt állnak meg, reggel óta ez megy, négyszer-ötször látták már ezeket az autókat. Az egyik hölgy mondta, hogy ez az autó egyébként az önkormányzat tulajdona, mert a nyugdíjasokat szokta ez mindig szállítani. A szavazatvásárlás körülményeinek feltárása a hatóságok feladata lenne. Viszont azt látjuk, hogy a rendőrség néha meg sem próbál széles körben információt gyűjteni. Számos beszámolót hallottunk arról is, hogy a rendőrség megkeresése nem a vélt választási csalást, hanem annak dokumentálását lehetetlenítette el. A választási bizottságok a felelősséget a bejelentőre hárítják. Megfelelő, szinte csak nyomozók által begyűjtető bizonyítékok hiányában utasítják el a beadványokat. Gáz, hogy háború, hogy hazugság. De a hazugság is úgy, hogy ezek hazudnak. A propaganda az nagyon erősen hat rájuk, ami ugye megint kívül helyezi a szavazó, a szavazás eseménye határain magát azt, ami történik, és szerintem az, hogy nincs már megfelelő informáltságra lehetősége valakinek, az mondjuk a szabad döntéshozatalnak, a választás szabadságának mindenképpen egy nagyon komoly akadályát képezheti. Ha adó visszatérítést kapott, az azt jelenti, hogy a jövedelme olyan nagyon alacsony, nem lehet. Hogy azok után, hogy ő most 1 milliót kapott itt, akkor a felesége is kapott, akkor most miért ne legyen hálás, mit kapott ő a Gyurcsánytól, akkor erre most ez nem ugyanolyan, csak drágább megvásárlás. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a közmédia kormánypárti elfogultsága, a választási törvény által okozott aránytalanságok és a választás tisztaságáért felelős szervek diszfunkciói mind hozzájárultak ahhoz, hogy nem tudott egyenlő verseny kialakulni a felek között. A végeredményt ez befolyásolja igazán. Ezek mellett szinte másodlagosak a választás napján elkövetett csalások.